Lécsi, a barna labrador, éppen azt mutatja be, hogyan veszi fel a földről mozgáskorlátozott gazdája elejtett botját, de azt is megmutatta, hogyan kell egy pénzérmét, egy bankkártyát, vagy éppen egy kisebb üveget törésmentesen visszaadni. Többek között velük ismerkedhetnek meg azok a gyerekek, akik részt vesznek a Sóstóhegyi kutyás táborban. Állatot simogatunk, etetünk, megismerkedtünk a kutyákkal is. Nagyon jó volt, voltak bemutatók, meg minden. Kérhetünk tőle puszit is, akint ugye nem szól a kutyanyel, meg a nyelv. Marad. Engem nem zavar. Nagyon jó ez a tábor, nagyon tetszik eddig. Itt vagyunk most az állatsimogatóban, állatot simogatunk, és a kecskét etettünk, hölcsögöt simogatunk, meg láttunk sünét, és nagyon jó volt. A tábor sikerességét mutatja, hogy ez már a második turnus, de többen is vannak visszatérő gyerekek. Nagyon-nagyon pozitív tapasztalataink voltak. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy egy hétfőn még zárkózott gyerek péntekre milyen szinten kinyílt, és hogy milyen pozitív érzelmi hatása volt az annak, pusztán annak, hogy egész héten állatok, illetve kutyák közelében volt. Teljesen feloldódtak, és azok a gyerekek, akik most visszajöttek, mert vannak visszatérő gyerekek is, akik annyira jól érezték magukat, hogy már újra visszatértek közénk, egészen sokkal, tehát kinyílva érkeztek vissza hozzánk a táborba. A napközis tábor reggel 8-tól fél 5-ig várja az érdeklődőket. Heti rendszerességgel jönnek hozzánk keresőkutyák, ők bemutatják az emberkeresést, illetve a Vakok Egyesületet tart nálunk egy érzékenyítő foglalkozást, ahol a látássérült személyeknek a világával, életével ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ehhez kapcsolódóan vakvezető kutyás vendégünk is érkezik, és kipróbálhatják a gyerekek a kutyával való közlekedést. A kutyákon kívül kecskékkel, nyulakkal, macskákkal is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek a gyerekek.